Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják. Tamási szüreti napok, hagyományőrzés, helyi értékek, tolnai borok. 17 település mutatkozott be a kiállításon. Szüreti mulatság regőjben hagyományos lovas felvonulással várták az érdeklődőket. Fegyelmezettségre és összpontosításra is nevel az íjászat. A tamási szüreti napok legfőbb értéke, küldetése a hagyományőrzés, a város és a környező települések értékeinek bemutatása. A rendezvény reagálva a látogatók igényeire immár 7. éve kétnapos és valamennyi korosztály számára kínál programokat. A Tamási Városi Művelődési Központ előtti téren nagyon sokan gyűltek össze, hogy a hétvégi szüreti napok kulturális műsorait megnézhessék. A hagyományőrzés, a helyi művészeti értékek bemutatása mellett tolnai és szekszárdi borokat is kóstolhattak az ide látogatók a Tolnai Borút Egyesület jóvoltából. Pénteki napon azért alkalmam volt néhány kiváló tolnai borvidékről és szekszárdi borvidékről származó bort kóstolnom, és mondhatom, hogy kiválóak a nedük. 40 féle borfajta, pincészetnek a borfajtája közül lehet válogatni az idén is. A tolnai borokra helyezzük a hangsúlyt, hisz a Tolnai Borút Egyesület szervezi ezt a borkóstolós, borkínálós részét a programnak, de vannak szekszárdi boraink is. Születnek ezen a vidéken, de Tolna megyében szinte mindenhol komoly hagyományai vannak. 50-60 éve szinte az összes tamási családnak volt szőleje és bora, de 100 éve biztosan, és a szőlő és a bor nagy érték volt, nem csak mint ital, hanem mint gazdasági érték is. Ez így van ma is, most már azért a Tamási Várhegy, a Szőlőhegy, a Szarkahegyi rész, ahol szőlők vannak és borospincék, sokkal kisebb területen fekszik, de én úgy látom, hogy a fiatalok is kezdik ennek az értékét ismét meglátni, és örülnék neki, hogyha néhány éven belül tamási borászok is tudnák a boraikat kínálni itt a tamási szüreti napokon. Mára a város legnagyobb, leglátogatottabb rendezvényévé nőtte ki magát a szüreti napok, amely immár 7. alkalommal várta 2 napon át az ide látogatókat. A szervezők úgy látják, a Covid után az emberek ismét szívesen és aktívan vesznek részt a városi rendezvényen. Tulajdonképpen nem érzékelünk semmit abból a rendkívül kellemetlen hangulatú időszakból, amikor az intézményünk is zárva tartott, és hanyagolnunk kellett a rendezvényeket, pláne az ilyen nagyszabású rendezvényeket, ahol nagyon sok ember megfordult egy ilyen alkalommal, családok, fiatalabbak, idősebbek, gyerekek is kilátogatnak a rendezvényre. Remélhetőleg mindenki tud választani a saját ízlésének megfelelően. Legyen az hagyományőrzés, hiszen azt gondolom, ezt nem is kell hangsúlyozni, hogy a szüreti fesztiválok egyik legfontosabb eleme a hagyományőrzés. Néptánccsoportok, népzenekarok főszerepet játszanak ebben a programban, de természetesen gondolunk mindig a fiatalabbakra, gondolunk azokra a stílusokra, amelyek nagyobb nézőszámot vonzanak, és amit még kiemelnék, hogy mindenképpen főszerepet kapnak azok az amatőr művészeti közösségek, amelyek a városban vagy a város környéken működnek. A rendezvényen a Csokonai díjas és Tolna megyéért díjas Tamási koncertfúvós zenekar, a Babics Mihály díjas Pántlika néptánc együttes, a Bogyiszlói zenekar és a Bogyiszlói hagyományőrző egyesület műsorát láthatta a közönség. A szervezők pedig már a jövő évi eseményre készülnek.
ahhoz, hogy összeálljon egy komplett program, pláne egy kétnapos hétvégés program, ahhoz nyilván a számos fellépő közreműködő miatt már jó időben meg kell tennünk az előkészületeket. Úgyhogy mondhatom azt nyugodtan, hogy amikor befejeződik a szüreti nap, akkor már elkezdjük készíteni a következőt. Mindig abban próbáljuk megújítani egy kicsit, hogy olyan fellépőkkel, olyan hagyományőrző csoportokkal ismertessük meg az itt élőket, amelyek szűkebb pátriánkban, akár a megyénkben fordulnak elő, hiszen ha belegondolunk abba, hogy 40-50-60 kilométer a távolság, és sokszor mégsem ismerik azokat a rendkívül szép hagyományokat őrző csoportokat, akiket akár a világ túlsó oldalán is ismernek az emberek, úgyhogy ebben mindig megújulásra törekszünk. Kilencedik alkalommal rendezték meg a termékbörzével egybekötött közfoglalkoztatási kiállítást Tamásiban. 17 település önkormányzata mutatta be közfoglalkoztatási programjának eredményeit. Idén országosan közel 500 kiállítóval 10 vármegyében rendezik meg a közfoglalkoztatási kiállítást. A programsorozat egyik állomása Tamási, ahol a megnyitót követően termékbörzével, fotókiállítással és kulturális műsorral is várták az érdeklődőket. A 9. alkalommal megtartott rendezvényen a Tamási és a Dombóvári járás képviseltette magát 17 településsel. Szulimán Zsolt, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és stratégiai koordinációs főosztályának vezetője beszédében kiemelte, a 2016-os csúcshoz képest jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma, az akkori 224 ezer főről már a 60-70 ezer főre. Engedjék meg, hogy visszaidézzem a 2011-es évet, amikor a Belügyminisztérium koordinációjában elindult a közfoglalkoztatás megújult rendszere. Abban az időben a munkanélküliek száma elérte a 600 ezeret, 10%-os volt a munkanélküliségi ráta. A közfoglalkoztatás rendszere erre kívánt adekvát választ adni, és úgy gondolom, hogy tudott is. Munkát biztosított az emberek számára, megélhetést biztosított, és fokozatosan évről évre elérte azt, hogy csökkent ez az álláskeresői létszám. Egynyári és évelővirágok, dísztökök, szörpök, lekvárok, savanyúságok, zöldségek és gyümölcsök, fűszerpaprika, tésztafélék, szinte felsorolhatatlan azoknak a termékeknek a széles skálája, amelyeket az egyes települések termesztenek, előállítanak. Az ide látogatók kóstolhatták és meg is vásárolhatták a termékeket. Csak szeretnénk megkérdezni, hogy milyen, ne menjen el, mit kóstoltak és hogy ízlik? Íregi szilvás lábad, a legjobb helyről, tiszta forrásból. Önnek ízlik? Hát még nem kóstoltam meg, de biztos nagyon jól néz ki, úgyhogy megkóstolom mindenképpen. Meg pogácsát kóstoltunk itt az első standon, úgyhogy ez finom volt. Ismerik ezeket a helyi termékeket? Máshonnan is? Kötelező, igen. Jó kedvel, tiszta szívvel adják, persze, hogy ismernünk kell. Nagyszékely standjánál is roskadozó pult várta a látogatókat. Töpörtyűkrém, körözött, nilahagymás, zsíros kenyér, van egy kis házi szilvalekvárunk, eperlekvárunk, és Nagyszékelyben termesztünk káposztát eladásra, burgonyát, saját fogyasztásra, vöröshagymát. Készül a finom lecsós hús az ozorai standnál. A településen a közfoglalkoztatottak virágokat és zöldségféléket termesztenek, a falubeliek ismerik, és a környező településeken élők is szívesen vásárolják a termékeket. A lábasba is a saját termesztésű paprika és paradicsom kerül.
Ez most hagyományos ozorai módon lesz, egy kicsit megdúsítottuk, a hús lesz a több, és kevesebb lesz a paradicsom meg a paprika. Helyi termésekből természtél? Természetesen helyi termés, egyedül a hús nem helyi, mert ugye azzal nem foglalkozunk. Porga Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a települések évről évre a leghasznosabb, legpiacképesebb tevékenységeket folytatják, így a közfoglalkoztatottak hasznos és értelmes munkával értéket teremtenek, és egyúttal a közösséget is szolgálják. Ennek a programnak az a lényege, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók mutatják meg azt, hogy milyen termékeket, mondhatjuk azt, hogy milyen értékeket állítanak elő. Immár évek óta, vagy már gyakorlatilag mióta ezek a közmunkaprogramok vannak, gyakorlatilag 2011 óta. Lehet nézelődni, kóstolgatni, vásárolni. Az utóbbi időben csökkent is a létszám, ami örömteli, hisz jó néhány közmunkás az elsődleges munkaerőpiacon tudott elhelyezkedni, és valahol a programnak ez volt a célja. Mi is termelünk még Fornádon például vöröshagymát és krumplit, de a fő profil a virágkertészet, a virágtermesztés, amit rajdész közterületekre ültetünk ki, de meg is lehet vásárolni itt a Tamási piacon is, vagy a telephelyünkön, de értékesítünk is külső szereplőknek. Azokon a településeken, ahol már összeszokott csapat dolgozik, látványos eredményeket is el lehet érni. Mi dísznövényeket árusítunk és termesztünk, ugye abból is látjuk el az egész várost. Azon kívül természetesen csinálunk zöldségféléket, van gyümölcsösünk, tehát gyümölcsöket is hoztunk, szőlőt, körtét, almát, és az idei évben elkezdtünk dísztököket termeszteni, hogy az árvácskák mellé tudjuk árusítani. A 90%-a nő az én foglalkoztatásomban, tehát ők csinálják a kicsi palántától a cserepes dísznövényig. Tehát egy kifejezetten látványos munkát csinálnak, ültetjük be, díszítjük a közterületeket. Tehát rengeteg dicséretet és rengeteg pozitív visszajelzést kapnak. Gyulai idén nagyon jó minőségű paprika és hagymafélékkel büszkélkedhet. A sárgarépa, a petrezselyem és a paradicsom termés is szép lett. A településen 38 közfoglalkoztatott műveli a kerteket. Tudjuk tartani a létszámot is, meg aránylag megfelelőek az emberek is, akikkel úgy dolgozunk. Egy kis megélhetésük legyen azért, mert ez egy nagy segítség azért annak, aki nem tud elhelyezkedni, meg nem tud úgy állni a munkához, hogy ahogy mindig egy üzembe vagy egy nagy vállalatnál az elvárják. Mert itt is azért kell csinálni, mert nem engedjük, hogy lazítás legyen, de azért más egy kicsit. Tolna vármegyében júliusban 5610 álláskeresőt tartottak nyilván, akiknek egyharmada több mint 12 hónapja folyamatosan regisztrált munkanélküli. Valamivel több mint 43%-uk pedig legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzett. Az átmeneti munkalehetőséget nyújtó teljes munkaidejű közfoglalkoztatásban végzettségtől és munkakörtől függően bruttó 116.000-163.200 forint közötti havi bér adható. Szeptember első hétvégéjén gyönyörű őszi időben tartották meg Regőjben a szüreti felvonulást, amely a falu apraja nagyját megmozgatta. Az előkészületekben és a megvalósításban is örömmel vesz részt a falu lakossága. Lovasokkal kísért díszes fogatok járták körbe Regőj utcáit a hagyományos szüreti felvonuláson. A népviseletbe öltözött utasok a falu lakosait és az ideérkező rokonokat, vendégeket invitálták a központba, ahol műsor várt minden érdeklődőt. A finom sütemények, amelyek természetesen helyben készültek, és a jó bor sem maradhatott el a mulatságról. Noha a településen már kevesen művelnek szőlőt, 26. alkalommal is sokan kíváncsiak voltak a hagyományos rendezvényre. És bár kicsi a település, a felvonulás sokáig tartott, hiszen igyekeztek valamennyi fontosabb utcát érinteni. Még nincs is vége a menetnek. Még most vagyunk a felénél közben, körülbelül a regői 26. születi felvonulásnak. Ugyan nem a 26. csak az újkorban a 26. a rendszerváltás óta, előtte azért jóval régebben is az hagyomány volt Regőben. Jó pár programunk van, a születi felvonulás keretében üdvözletjük a pincei félkórust és a regői népdalkórust, ők akik a kulturális programot biztosítják, illetve a lovasok pedig a látványt és a hangulatot. 20 kilométeres körből jönnek, ugye a regői fogatósok is mennek vissza oda, ahonnan jöttek a többiek, illetve a vidékiek is azért jönnek vissza, mert a regői fogatosok pedig viszonozzák ezeket a látogatásokat. Mindenki részt vett a faluban, az idősebbek azok ugye a sütésben vettek részt, a fiatalabbak, a kisbíró akár, aki felolvassa, vagy felültek a fogatókra,
gondolom a felvételeken majd látszik, hogy apraja és nagyja a falunak itt van. Ez egy olyan program, ami mindenkit megmozgat egy kicsit. Ugye a kisbíró most mondja éppen a vicces formában az elmúlt év történéseit. Ez erről szól ez a mai nap. Figyelem, figyelem! Közhéri tétetik! Ismét születi mulatság tartotik! 26-szor mondjuk itt a rímet, de még olyan nem volt, hogy senkit meg nem sértett. Jól meggondolom, kiről mit is mondjak, mert tavaly ilyenkor az undirotok fortak. Adták a kilincset a hivatalba a népet, mert voltak, akinek a vicc nem igazán tetszett. Előre is szólok, bocsássák meg kérem, valakit megsértek, nézz el azt nékem. Sorogjon a múlt, szóljon hát az ének, és még a híreket mondom, kis figyelmet kérek. A születi rendezvényen mindenkinek van kedvenc programja. Egyem az regői eredetileg, úgyhogy azért is jöttünk, meg szereti a lovakat. Ilyen régi hagyományos felvonulást, mondjuk Tamásiba is szokott ilyen lenni, de már egy pár év után nincsen, nincsenek lovak, aztán... Ez érdekesebb egy kicsit? Hát itt érdekesebb azért mondjuk a hagyomány, a zene az mindennél többet él számomra, meg a szépen földíszített hintok, vagy tánc ilyen érdekel inkább. Úgy érzem, hogy közösségformáló és hagyományőrző szerepe van ennek. Tudnélik, a Covid idő alatt nagyon-nagyon magányos volt itt mindenki, és most kezdenek visszatérni ezek a hagyományok. Gyönyörködni tudok a gyönyörű kocsikba, lovasokba, és a nagyon érdekes a kisbírónak az előadása, kíváncsi vagyok. A regői népdalkórus és a vendég pincehelyi férfi kórus műsorával színesítették a falu rendezvényét, amely az éves hagyományos rendezvények sorában jelentős helyet foglal el. Igen, ez mindig is jelentős volt, ugyan a szőlőhegyünk már nem egészen úgy működik, ahogy régebben, tehát nincs olyan mennyiségű bortermelés, de azért mindig van, aki műveli a szőlőt, és hát ezt a rendezvény az ehhez kapcsolódik, hogy a szüret az szüret. Hallottak már Isiről, az Indiáról? A Jahi törzs utolsó tagjaként azonosított indián férfi 1911-ben került a Kaliforniai Egyetem antropológusainak látókörébe. Isi megmutatta a kutatóknak, hogyan készítette el eszközeit, többek között a vadászathoz használt íját. A mérnöki fejlesztéseknek köszönhetően született meg aztán a csigás íj, amelyet már lényegesen kisebb erőfeszítéssel lehetett kihúzni. Németh Róbert, a Tamási Íjász Egyesület elnöke is ilyen típusú íjjal vadászik. 15 évig szerződéses katonaként dolgozott Németh Róbert. Fegyverek iránti szeretete és érdeklődése, vadász szenvedélye innen ered. Első vaddisznóját egy 100 kg körüli kant 8 méterről lőtte íjával. A természet közelsége és nyugalma is rabul ejti, az erdő és a csend vonzotta, amikor idén-nyáron kiköltözött a városból Tamási Szarkahegyre. Civilként vállalkozó, épületgépészettel foglalkozik, ám mindezek mellett a Tamási Íjász Egyesület oszlopos tagja és egyúttal elnöke. A szervezet 2016-ban szakosztályként, majd egy év múlva már önálló egyesületként kezdte meg működését. Akkor még annyira engem nem foglalkoztatott ez a dolog. Ugye elkezdtem kijárni ezt az utat, hogy hogy lehetne létrehozni, akkor lett a szakosztály konkrétan, és ahogyan elindítottam, ugye ez a nyakamba is szakadt, tehát onnantól kezdve vittem. Közben ugye beleszerettem én is az íjászatba, akkor csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána döntöttünk úgymond a kemény maggal, hogy lesz egy egyesület, ami saját. Én vadászok is, és ugye maga a lövészet, tehát maga az, hogy kikapcsol az agyad, ráfigyelsz, koncentrálsz, le tud nyugtatni, tehát teljesen ki kell kapcsolod a külvilágot, effektíve ez ugyanaz, csak nem durranik, inkább úgy mondom. Tehát itt is célra lövünk, megpróbálod eltalálni, küzdesz magaddal, hogy minél jobbakat lőjél, minél messzebbről tudjad eltalálni, tehát egy kihívás. Először én is vadászreflexzel lődöztem. Akkor már kacsingattam ugye a csigás íj felé. A rosszaság az egészben az volt, hogy nem volt senkit, akit tanulhattam volna, tehát YouTube videók, nézegetjük, ott kezdtem elnézni úgymond a csigás íjakat, akkor vettem egyet, még a vadászvizsgát is azzal tettem én le anno, és akkor utána jött egy másik típus, akkor megpróbáljuk, és akkor végén úgymond ez a márka maradt meg nekem, tehát én ezt szeretem. Csigás így egy összetett így, tehát ennek a működésenek a lényege az, hogy van a két csigája. Ezt amikor áthúzott, kikönnyít.
tehát nem fogod a, ez 60 fonton megy most, amit mondtam, hogy azért az már eléggé nagy erő, 50 fonton vadászhatsz, tehát bőven fölötte vagyok, de ez amikor áthúzod, 85%-át elkönnyíti, tehát nem tartod az egész súlyt, hanem csak azt a részét, plusz ezt nem bírod túlhúzni. Ezeknek van egy kifutója, amiben betesszük a vesszőt, erre egy fegyver, tehát úgy sütjük el, mint egy fegyvert. A bent, oppa, bocsánat, világítás is van rajta. Vannak tüskék, tehát ezeket mi beállítjuk méterre. Tehát nekem 20 métertől indul és 60 méterig be van tüskézve. Tehát amikor lövünk egy célra, megsokszoljuk hány méter, azt a tüskét kiválasztod, és azzal lősz rá célra. A versenyek általában épített körpályán zajlanak, de az íjászaton belül az egyik legnépszerűbb ág ma már a 3D íjászat, amelyben különböző terepszögeket használva helyezik ki az élethű állatokat. A ide lősz bárhova, körön kívül az egy 5 pontot ér. Ha belelősz ebbe, ez már egy 8-as, akkor a 10-es kör és a 11-es kör. Ha elsőre eltévesztett, tehát mellé lősz, akkor meg ugye ez már feleződik. Noha a Tamási Egyesület a Magyar Íjász Szövetség tagja, a hivatalos versenyeken és a tagságon kívül is szívesen fogad érdeklődőket. Az örömíjász versenyek éppen azért jöttek létre, hogy bárki bekapcsolódhasson, ha kedvet kap a sporthoz. Íjáztatást, bemutatókat is szívesen tartanak, ezeken már észre lehet venni, ha valakinek érzéke van ehhez a sporthoz. Próbáljuk népszerűsíteni, én ezért is vagyok az örömíjász versenyek mellett, hogy mindenki, akinek tetszik és aki akar leművelni, el tudjon jönni ezekre a megmérettetésekre. Tehát ne szabjunk versenykártyát meg egyebeket, mert nem mindenki akar versenysportszerűen ezzel lenni, de viszont kiemelni, onnan tudod azokat a versenyzőket vagy tehetségeket, akik eljárnak ide, ott látod meg azt a tehetséget, és amikor elmondod, hogy mit vársz tőle, tehát az, hogy egyenesen álljon, egyenes gerincsel, hogy fogja meg, tehát amikor azt mondod három ujj, akkor nem markolok. Ilyen apróságok, tehát amikor elmondod neki és próbál lőni, nem a tízes kell meglőnie, de hogyha én azt látom, hogy van egy polifóm, amire ők lőnek, ugye ilyen bemutatókon, vagy elmegyünk rendezvényekre, ha már egy helyen lődöz, most teljesen mindegy hova, bocsánat, akkor már látod azt, hogy benne van az, hogy tud lőni. Azt, hogy utána egy korrekcióval rá tudod tanítani arra, hogy hova célozzon, az már más kategória. Az íjászat talán kevésbé látványos, mint más népszerű sportok. Jobbára családon belül öröklődik, hagyományozódik szeretete, illetve egy-egy iskolai bemutató vagy mozifilm kapcsán jelennek meg a leendő érdeklődők. Van, amikor bejön az ifjúság, ha például van egy sorozat a tévében, a zöld íjász, akkor például nagyon sokan jelentkeztek, de ugye ennek van egy anyagi háttere is. Tehát azért egy íjat pár alkalommal tudunk biztosítani, de utána meg kell venni, mert azért személyedre van szabva a dolog, és ott azért anyagilag bele kell szállni. Nem tömegsport, tehát nem azon, hogy ott van 10 gyerek, de akkor már azért ugye el vannak, elbandázgatnak, hanem lehet egyedül van egy edzésen ott, és akkor már ő neki nem. A másik a szülő. Tehát ha a szülő nincs ott vele, és biztatja, akkor megint csak nehéz ez. De nálunk van szigor, tehát azért ez egy lövészet. Tehát nem úgy van, hogy futkározunk össze-vissza egyebek. Tehát itt vezényszavak hangzanak el, hogy lővonalhoz mész, lövés, amikor letesszük, hogy vesszőért, akkor mindenki leteszi az íját, és kisétálunk. Közben ugye nincsen kézbe semmi, tehát azért ott, itt van egy szigor. Mai gyerekek ezt annyira nem díjazzák sajnos. Bár ő maga kevés versenyen vesz részt, fia, ifjabb Németh Róbert országos, európa és világbajnoki címekkel is büszkélkedhet. Általában mindig így működik, hogy a szülő elkezd valami sportot űzni, akkor a gyereke próbálja a szülő által rakott normákat hozni. Egy ilyen VB-re való felkészülés azért nem azon csak, hogy elmegyek, tehát azért ott előtte nagyon aktívan, napi szinten ment és órákat gyakorolt. A fizikai és mentális felkészülés sok időt és kitartást követel. A helyes alapbeállást, a testtartást, a célzás technikát, korrekciót, a távolságbecslést gyakorolni kell, ehhez a Tamási Egyesület pályát, lőteret biztosít. Technikát, hogy húzza ki az íjat, hogy lövi ki a vesszőt. Tehát nagyon összetett egy dolog, a filmekben ugye egyszerű játék ez, mert kihúzzuk és mindent eltalálunk. Itt azért nagyon sok órát rá kell tölteni és lövést, hogy kialakuljon az, hogy hova kell húzzad, hol az a fix pont, ahol mindig húzod, hogyan oldalsz, tehát nagyon sok minden. A távokat fel megbecsülni, mert ugye a versenyen te nem tudod hány méterre lősz, azt te satszolod be magadnak, hogy a hány méter, és akkor hogy kell megölöd. Ha húzkodod az íjakat, tehát ez is egy 60 font, 25 kilót körülbelül húzol ki. Fel se tűnik, hogy több százszor kihúzod egy edzésen, tehát egy elég jó megterhelés. Tehát ahányszor lősz, el kell menned a vesszőért, vissza sétálsz, mozognak az izmaid. Nem tűnik fel, mert nem
olyan sport ez, hogy most hirtelen nekiállok 100 métert futni, hanem ez folyamatos terhelést ad. Németh Róbert szerint az íjászat szépsége sokrétű. Természetben friss levegőn vagyunk, és észre sem vesszük, milyen sokat mozogtunk. Összpontosításra, fegyelmezettségre, a biztonság és a balesetek elkerülése érdekében pedig szigorú szabálykövetésre nevel. De a legfontosabb, hogy egy olyan közösség része lehetünk, amelyhez öröm tartozni, és a Tamási Íjász Egyesület nagyon jó csapatot alkot. Maga a közege ennek az íjászatnak, legalábbis amiben mi tartozunk, én azt mondom, hogy nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki különböző falvakból innen-onnan. Tehát, hogy összetartott, tehát pont szombat este ültünk itt le egy kicsikét grillezni, és vidékről is jöttek ismerősök. Tehát jót beszélgettünk, előtte lementünk, íjászkodtunk 2 óra hosszát, és utána egy jót beszélgettünk. Az Egyesület legközelebb november 11-én a Tamási parkerdőben rendez 3D íjászatot, amelyre minden íjászat iránt érdeklődőt szeretettel várnak. A pályán persze nem érhet minket nagy meglepetés, de azért, ha íjjal vadászunk, megeshet velünk egy-két kaland is. Baleset, hál' Isten, nem nekem vadászat közben volt az, hogy lőttem egy disznóra. Nem, először lőttem egy rókára, de az olyan világosba két, hogy nem mertem megmozdulni, és akkor nagyon óvatosan a lesen áthúztam valahogy az íjat, nagyon fájt. Rálőttem, ugye nem találtam el, lementem a vesszőért, nem láttam rajta a sérülést, visszaraktam. És egy óra múlva jött egy disznó. Na mondom most, hál' Istennek, oké, minden, akkor már fel tudtam állni, szépen kiúzni az íjat, rácéloztam, és ugyan. Tehát mi a sötétben van egy ilyen világítónoknak hívjuk, tehát az a lövés pillanatában bekapcsol egy LED és világít. Tehát látod azt, hogy merre lősz, és akkor elengedem a veszélyt, és azt látom, hogy jobbra eltőrem, főfele röpül az a valami. És akkor mi történt? Én se értettem először. Mázlimra 2 perc múlva visszajött a disznó, tehát effektíve el tudtam ejteni a vadat, terítékre hoztam, de is, és amikor lementem, akkor láttam, hogy szétröpült a vesző, eltörött lövés pillanatában. Tehát azért, nem, azért is vannak ezek a szabályok, amit mondtam a bent még, hogy tényleg lövés, veszőért, tehát mindent vezényszóra kell tenni. Tehát nem azon, hogy kifutok a veszőért, még te lősz. Bízunk egymásba, de azért na. Mehet? Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!